Egy izgalmas történelmi regény bemutatójának helyszíne volt csütörtökön délután, a Bácskiskon megyei katonai József könyvtár. Dr. Seibert Robert Gyula író, őstörténet és valláskutató, Fenn az égen, hunna ragyog című új regényét ismerhették meg az érteklődők. Lévai Jánosné tanácsnak vezette fel a könyvbemutatót. Elmondta, hogy Ausztriában, ma is Svájcban folytatta tanulmányait. Dr. Seibert Robert Gyula. Szociológiát és gazdaságtudományt tanult, majd a Szorbonon írta a doktori disszertációját. Orvos feleségével bejárta Ázsiát, a távol keletet, jártak Tibetben, Mongóliában, Tájföldön, Kínában és Japánban is. Írásaihoz vallástörténeti kutatásait is felhasználta. Hitvallása szerint igyekszik a magyar nemzet lelkét erősíteni a magyar történelem témáit feldolgozó regényeivel. Meggyőződése, hogy a magyar történelem tudata nemzet alapja, egyik sem létezhet a másik nélkül. Az új könyvről és az alkotóindítatásairól Bán János író, újságíró, az M1 csatorna igazgatója beszélgetett az alkotóval, megszólítva a Püski kiadó vezetőjét, Püski Istvánt is. A Fenn az égen hunnapra gyokszímű regény izgalmas kalandokon keresztül mutatja be a két ázsiai nagyhatalom, a kínai császárság és a honbiradalom láthatatlan háborújának kíméletlen összecsapásait. Cselekménye Pink Csengi csatával indul, középpontjában pedig a Hunak Pozsonyi csatája áll. A könyvbemutató dedikálással, még kötetlen beszélgetéssel zárult.